Nehogy elfelejtsd a közérdekűt. Mi a közérdekű? Nem tudom. Ha van, akkor ne felejtsd. Ha nincs, akkor... Pultos keresünk továbbra is folyamatosan. Ha megint? Folyamatosan. Folyamatosan. Olyan ember kellene... Beszámítható? Hát legalább így szépen, nagyon kulturáltan fogalmaztad meg a... Nem full idióta? Nagyon megy ez neked. Neked kéne írni az álláshirdetéseket. Akkor vegyétek úgy, hogy ez egy... De jól fizettek? Kimagaslóan jól. A miből magaslik ki? A József körútból? Ne, a tanári fizetéseknek a többszörösét. A vendéglátós általában azért magasabb, mint a tanári. De nem a duplája, hanem a duplájának a duplája valószínűleg. Igen? Na. Tudod, hogy most volt azért egy fizetésemelés, tehát most melyen 3 kiló körül megkeres egy bruttó? Tanár. Bruttó? Netto. Netto 300-at kap már. Tartod így, hogy a duplájának a duplája? Tehát 1,2 millió keresnátok a pultos? Majdnem jó lenne, de nem 130 valahány ezreket keresnek ezek a tanárok? Az nagyon régen volt. Igen? Szilárd, tavaly? Akkor, amikor én voltam. Az akkor, amikor Dűska volt. Mennyit kaptál készhez? 80 valamennyit. Na, annak sokszorosát keresik. Annak több, mint az 5-6-szorosát. Mindegy. Lényeg, hogy tudom, hogy nem ezzel kéne kezdeni. A papírforma szerint, mivel most hívtam fel Rekettye Zoltánt, hogy meséljen a Transmutations, a Never Before 4-ről. Hosszasan mesélt, és attól félek, hogy tudod, rohamosan így úszik ki a fejemből az információ. Sokat Szilárd... beszélt? Igen, akkor... és a végén mondtam, úgy búcsúztunk, hogy bocs, le kell tennem. Különben még most is beszélne. Hát nem sikerült hólyagmentesen fölfordani itt ezt a címkét, de ezt a belsejért szeretjük, meg biztos ez a közvetlen aranyfólia, blablabla. Én lebasztam a Rekedjét, hogy miért ilyen üvegbe tette, és miért zöld kupakkal, ha már üvegbe teszi. Egyébként tényleg paraszt. Egyszerűen nem szép. Méltatlan. Nem szép. Igen. Méltatlan egy 3990 forintos sörhöz. Hogy add ezt így el? Nehéz. Tehát úgy, hogy én kérdeztem a Rekedjét, hogy mi ez a hybrid blend, és mi az, hogy portói viszkis hordó. Hát a portói ez egy édes vörösbor, amit hordóban. Mi az, hogy portói viszki? És a Rekedje elmagyarázta, hogy egyfelől a mix ferment azt jelenti, hogy főztek egy stoutot, a kvanza a stout vagy porter? Főztek egy nem egészen kvanza, magasabbra főztét, tehát gondolom nagyobb beltartalommal, mert ez 13%-os, a kvanza meg... 9. Ez 9. Hát picit jóval magasabbra, tehát direkt hordóba főzték, és akkor egyfelől belerakták egy transmutation hordóba, ami a Rekettyének a hajletevős limitált 26 darab palack van, és felvételizni kell. Tudod, a második rostán, ha túljutottál, megszámolt, jól sacoltad meg Rekettye szakászőrének számát, akkor vehetsz egyet a Rekettyétől. Szóval a Transmutation hordóba egyébként, tehát szerintem a klasszikus katasztrófa film, tudod, beraknak valamit a Transmutation hordóba, oké, beraktad, de mi jön ki? És hogy a portói viszkis hordó pedig azt jelenti, mindent megvetted amúgy? Nem, mert a kupak. Gyűlölöm ezt csomagolni. Ja, tényleg te gyűlölöd a palackot. És hogy a portói viszki azt jelenti, hogy a portói bor nem tudom hány évig érlelődik abban a hordóban, több évig. És van az, hogy az utolsó évre pedig beraknak egy viszkit. És az még ott van egy-két évet, a viszki, a portói, és ba-ba-ba, és abban az egyik részlet, a másikat a mixferben, többszörösen elhasznált hordóval van az a lényeg. Ez nem az. Futotta újra. Tehát ez olyan, ez gyakorlatilag mint egy börtönbor, tehát a cellatársak, akik a egész évben csinálták, mint egyfelől a retyóban, másfelől ugye a cellatársak, mikor a büdös zokniaikat összeadják, és a végén az lesz belőle. Hú, de jó illatszál, ilyen tényleg ilyen viszkis, édesboros illat. Ó, ez Szilárd, ez kóstol. Banán illata van, nem kóstoltam. Hüte, ez, téged ez... vártalak vele. Szagízd meg, nem banán? Ó, basszus. Sav, jó. Rekettye tud. Elnézést, hogy csapongok, de a turbórágóst azt a Rekettye csinálta, vagy titok? Vagy te voltál a WC-ben a Pistával? Most nem tudja eldönteni, hogy titok-e, úgyhogy nem is firta. Gyönyörű a sör. Nagyon szép. De finom kakaós illat. Faszos, Rekettye, átkozott gazember. Azt hittem, szörnyű lesz. Tehát a Never Before a Rekettyének a... Hát
nem azt mondom, hogy a csúcs különlegességi sorozata, hiszen az neki a Transmutations, Mixed Fermentation Barrel Aged Imperial Stout Blend. Vörösboros az íze, és utána megjön a stoutnak a... Istentelen jó illata van, annyira jó, savanykás, édes, kakaós, a viszkis hordó. De először boros lesz az íze, és utána jön meg a viszki stout. Vastag, de könny... Basszus, ez... Régen ittünk ilyen jót. Szilárd minden héten jókat hoz. De ez... Nem nehéz. És nem édes. Valahogy olyan illetve a rosszabb tudja. A korty édes, utóíz száraz. Basszus, de jó. Vagy ráhibázott az átkozott gazember, vagy... Most már, hogy 10 éves volt. A Rekettye Brewery megtanult, 10 év alatt még ő is. Szerencséje volt, tudod. Mi a kérdés, Józsi? 13. 13. Ez nagyon finom. Atyám, ez nagyon nem olyan... Mennyivel jobban néz ki zöld kupak nélkül? Ez tényleg hogy képzel? Hogy, nem hogy képzelt bele? A Zoltán? Bementi az olaszhoz, pont nyitva volt ilyen tudod, olasz a házi sörfőzők boltja, és akkor hogy? Nem volt viasz? Elfogyott a viasz? Ha simán berakja egy fekete dobozba, ugyanezzel a címkével, sokkal exkluzívabb az egész. Ez ha tényleg kőbányai világos. Majd még tanítok a Rekettyének ilyen dizájnfogásokat, mert ez neki nem megy. Basszus, de a sör... Hogy lehet tényleg? Nem méltó az üveg. Ne hallgassatok az üvegre. Szóval azt akartam mondani, hogy ez nagyon nem olyan hiába magas alkoholtartalmú, magas beltartalmú, különleges, hosszasan érlelt. Ez nagyon nem olyan, mint a Horizont... Night shiftjei nem. És az összes többi, amit decemberbe szoktál hozni, ez valahogy könnyű. Tehát inkább így még meg ebből egy üveggel. De érzed rajta, hogy 13, de érzed, valahogy mégse. Valahogy, igen. Mi legyen a következő? Menjünk egy mentásra? Újabb! Ja, ezt nem küldted. Igen, mert ez volt az, hogy vagy meg lesz, vagy nem. Hoppá! És ez a Horizont első alkoholmentese zseniális volt. Csak hát ugye az a hollandok zsenialitása volt. Ez most kinek a zsenialitás? Ezt tudjuk? Nem tudjuk? Tiéd? Hogy lenne az enyém? Kollab? Alkoholmentes szűretlen sör grapefruit ízesítéssel, vízárpa mellette, búza mellette, búzapely, komló, grapefruit aroma élesztő. Most mi van? Nincs ráírva? Nem tudom, milyen szakmai titkokat árulhatok el. Ez nem lett előre megbeszélve. Amarillo Columbus Mosaic Simco. Distribútor Sörműves Kft. Akkor innen már tudod, ugye? A Sörműves Kft. A distribútorból. Hogy nem gyártó, hanem megint, mennyiért adott? 1290. Hát ez nem sok. Azt hiszem, annyi volt a másik is. Aki erre most bekommenteli, hogy mi, alkoholmentes sör 1290-ért, az iratkozzon le. Tehát tényleg, most azért koptatjuk a szánkat. Nagyon nehéz jó komlós alkoholmentes sört csinálni. De hát nem fogok a tiédbe szaglászni, mert mégis az... Jól néz ki. Nyugodt címke, most nézem, nem lett szépen ráragasztva. Nem lett szépen ráragasztva, de lehet, hogy te nagyon kegyetlenül hánykolódott az autódban, meg úgy vezetsz, ahogy szoktál, ahogy a Rekettye szerint vezet. Grapefruitos nem hülyeség. A grapefruitos alkoholmentes önmagában nem hülyeség, tehát szerintem az van még ilyen dréjereknek is. Mert az annyira az adja baj, hogy elbasszuk, azután legyen. Semmit nem érzel benne, csak mint egy enyhén grapefruitos vizet. Nem? Nem a Never Before-ral kellett volna. Erre lehet, hogy vissza kell inni később. No. Nem elég keserű. A keserűséget nem maszkolja el a Never Before, mert ez nem volt egyáltalán keserű. Nekem meg összvíz keserű grapefruit helyi íze van. Hiányzik egy kis grapefruit lé íz kéne még bele. Hiányzik nekem. A keserű, az előző jobb volt. Az előző a mentes. Sima. Neha. Mindegy, vegyétek meg, hogy ne menjen el a kedvük.
Mit így van? Monyót? A monyó... Várj, monyó DDH neipa, vagy van ez a curry apricot lime góze? Ígyjuk ezt, mert erről se küldtél szerintem semmit, mert igen, a monyótól... Igen, nem jelent meg. 1690 a másik. A ez szerdán este 7 órakor fog megjelenni. Ez? Aha. A webshopban? Aha. Ott van a bemutató? Ott. Nézd, ez majd még miért kinyitod, itt fordíts vissza. Az is el van, figyeld, mindegyik. Ezek ilyen gyártási hibás kupakokat vett, mert ennél is ugyanúgy, látod? Ha. Látszik? Nagyon frankó. Vagy valaki elforgatja. Ja, van a monyónál egy ilyen elforgatós? Igen. Egy elforgató monó. Ez az új dizájn, nekem tetszik a monó. Nekem is nagyon tetszik. Nagyon szép a doboz. És látszik, hogy a Vámbír Szilárd Akadémiát elvégezte a tervező, rá van írva, hogy curry and apricot lime góze. Tehát tudjuk, hogy most ahogy végig gondoltam, hogy curry? Mi is az a curry? Az a indiai sárga csípős bizbasz. Tudom, fűszer. De hogy az nem egy fűszer. De az fűszer. Az egy fűszer keverék szerintem a curry, illetve egy étel. Tehát az a pörkölt-szerű, tehát ezek a különböző színes, az szerintem az olyan, a mint a... Is curry, meg a fűszer is. Kardamom, is. Mit tudom én, az sokféle fűszer van benne, tehát az szerintem egy blend, ahogy rekedjen. Majd ide kiírod. Ide pont. Igen. Lájmos gózer 4% nagyon szép a... Akkor lenne fasza, ha dombornyomot lenne az arany. Akkor nagyon adnám. Vagy negatív nyomot, tehát ha valahogy... Minuszos? Szerintem minuszosan még jobb lenne. Nagyon szép. Igen. Megdicsérjük a monyót, már csak sört főzni kell megtanulni. Illetve hát na, hogy jó napja. Jó néz ki. Jól néz ki. Rendes, olyan kicsit smoothie is. Ez a smoothie, ez kiment a divatból tavaly óta? Tavaly óta? Szerintem ki. De vajon miért? Nem vették? Jó. Ilyen izé kajaszaga van tényleg. Kicsit B-vitaminos. Ez köri az csípős, nem? Szerintem nem magát az. Nem csípős? Csípős? Aha. Ó, tudod hova? Csípős lesz. Tudod mi mellé kell ezt rakni? Ez tényleg olyan ilyen pörkölt, indiai pörkölt. Ez a Horizonnak a milyen pizza? Margarita pizzája? Ugye? Hogy ugyanolyan tájidegen. Amúgy az extrémen én ezt nagyon venném, ha valaki ezzel nevezett volna. Igen. Tehát, hogy ez az a típus, az extrémen sörfőzős. Ez a kardamom, római kömény, mit tudom én. És jó, a sárga barack. Jó. Igen. Én biztosan a monyót, induljon el a jó, következő extrém házi sörfőző versenyen. Na kibasznád őket. Én miért? Hát mert monyó. Ja, hogy álnévem. Ja. Hogy van a monyó visszafelé? Oinom. Hát ennél egy ravaszabb álnevet kéne kitalálni. Na figyelj! Túl én azt mondom, rajta? Hogy most süssük el. Kérdeztem Józsit, sőt a reketjét tulajdonképpen eredetileg azért hívtam föl, hogy én nem emlékeztem, hogy mikor neked mondtam valami sörre, hogy olyan íze van, mint a turbórágónak. Józsi nem emlékszik. Nekem se rémlik. És a reketje se emlékszik. Ököriszik magába, tehát egyedül meg nem. Volt valami sör, aminek olyan íze volt, mint a turbórágónak, de rossz értelemben véve, tehát hogy mert a turbórágó, nem tudom, te ettél a turbórágot, hogy az szar volt. Hogy kifejezetten... Nehogy bepereljem, mert még forgalmaznak turbórágót szerintem. Véleményem lehet róla, hogy szar az íze a turbórágónak. Egyszer vettem is turbórágót valahol a keleti mellett egy kartonnal, már nem is emlékszem miért, és csináltam belőle egy turbórádió kicsomagoló videót, azt hiszem 500 darab turbórágót kicsomagoltam. De emlékeztem rá, hogy szar az íze, tehát nem olyan, mint a Wrigley's Juicy Fruit, hogy csorog a nyálat, hanem hogy hát a matrica az jó volt benne. Na, és képzeld el viszont, más miatt hívtam föl Pistát, és a Pista azt mondta, hogy... Most a sörhöz meg csak annyit, legnagyobb főnököm, parancsolóm és uram,
hogy adjál neki 10 másodpercet, mikor lenyelted az első kortyot. Hidd el, érdemes. Erre mondják azt, hogy ne ítéld meg a könyvet a borítója szerint, és szerintem az első 5 oldala szerint se. 10 másodperc. Utána Szilárd nagyot alkotott. Benne van a turbó, meg a rágó is. Úgyhogy, és azt is mondta Pista, hogy Szilárd egyszerűen annyira magas szint, annyira nagy nyomáson üzemel már Szilárd a sörfőző művészetét tekintve, és a töltő magas nyomáson üzemel Szilárd. Túl van töltve a doboz, ne aggódj. Mindegyik. Igen? Mindegyik. Tehát nincs meg membe? Mindegyik ilyen lesz. Asztal leborult! Hideg oldalon belement az a májva cukor. Májven cukke. Szóval a Pista szerintem, bár nem mondanám, hogy nem egy ínyenc, mert például a szlovák söröket, ugye a legendás középszerű szlovák sörök Pistával sorozatunk óriásit ment, és Pista megmondta, hogy hát tényleg, hogy ezek nem nagyon jó sörök, azok a szlovák sörök, amiket ott együtt ittunk. Tehát Pistának azért van ízlése. És úgy, mint a turbórág. Ó, basszus, ott van! Ott van! De aromáztatok? És most nem mondd, hogy ott van egy turbórágó matrica. Mindegyik alatt található egy matrica. Ne! A címke alatt. Várjál, és mennyire adjátok? 1990, annyit megér. Ez alatt egy csikós van. Ó, egy magsattar? És az matrica? Ez egy matrica, ez ugyanúgy le lehet szedni. Itt egy csikós. Tetoválás nincs? Próbáltuk, de nem lehetett, mert a matrica felszette, és akkor hoztam neked bemutatni, hogy mik vannak. Mit lehet összegyűjteni, mert 5 féle van. Igen. Van egy ilyen vályi Pistánk. Nagyon szép. Hát Pista a legszebb. Úgy. Van egy Bódi Zoli, akár klasszikszos. Igen. És az a jó benne, hogy mindegyik pont olyan magas, mint amennyire itt húztuk. Ilyen apró részletekre figyeltünk. Itt egy a csík. Kopasz? Na, ez a csík. Minden kopasz egyforma. Egy göbi. Egy göbi. És a legsittesebbre sikerült azért Bruder. A többszörös gyilkos azért az így. Há, igen, nagyon az szépen ráhoztuk. És szép a sör. Figyelj, megmutathatod a világ összes matricáját, a hab még akkor is tart. De várjál, most akkor megnézem az összetevőket. Figyelj, ez a sört konkrétan tényleg a laborban készül. Víz, árpamaláta, búzamaláta, zappely, búzapely, laktóz, komló, élesztő, kökény, mentol, aroma, chewing gum aroma, kén-dioxid. A kén-dioxid azt tartósít. Hát tartósít, azt tudod, amikor eleresztesz egy galambocskát, és azt mondod, ez tartósít. Érzed benne? Hát a chewing gum aromát nagyon. Nagyon sokat töltöttünk a laborba. Rengeteget. Ez szerintem a 9. lett a jó főzet. Ha! Mi a főzet? Ott van ugyanaz a szar turbórágó. Ugyanúgy ragad a nyelvede. Lehet, kurva nehéz volt. Ugyanazt az aromát használtok, nem mint a turbórágó. Nem tudom, hogy ők mit használnak. Hú. Nagyon nehéz volt ezt az ízt elérni. Igen? Rettentő szopás volt. Rég szoptunk ennyit. Mert mik voltak a tévutak? Túl édes volt? Túltoltuk a mentolt. Nem tudtuk, milyen alapra kerüljön a turbórágó. Ugye végén rákerült egy savanyú alapra, de volt ez élen, ilyen ipán, sima pélélen, megpróbáltuk rátenni egy stoutra, az volt a legrosszabb, ott kinyílt a mentor. Láger? Egy jó láger? Próbáltuk a lágerre is, de nem lehetett elnyomni a láger komlózását. Egyszerűen annyira túljött a komló. Srácok, ajánlom, borzalmas. Hát olyan, mint a mint turbórágó. Igen? Emlékszel a puncsra? Na ez pont ugyanaz a kategória, aminek ilyennek kell lennie, mert igen, ilyen a gyári. Igen, és nagyon szép. Ez egy hab aroma? Van benne, mert tényleg olyan, hogy... És a végén hideg oldalon belement egy csomó frisbee. És akkor onnan származik ez a... Fú. Na, úgy érzem, hogy jól taktikáztunk, mert nem lehet mellényúlás a mondjuk. Nagyon jó az az új cím. És kihalt most a régi címkéjük, azok a bogyó és nem, babózás. Nem, az az alapszortimentjük ja. része. Most ez egy sorozat,
valami Mojo Working 24, ez a sorozat neve. Azt hiszem kezdetben 4 féle sör lesz benne. Hetente vagy 2 hetente fog megjelenni egy. Ugye ez a múlt heti. A basszus, ez még büfiben is borzasztó. Ugye milyen jól vissza tud jönni? Szörnyű. Pista is ezt mondta, aztán megint beveregetett egy pár doboz. Azt mondja, hogy úgy itatja magát a végén. Ki a jó ízlésű illető a Monyónál? Mert náluk tényleg a design, az szerintem az kimagasló. Tehát nekem a nem tudom ki a grafikus. Az általam, nem is a grafikus, aki megrendeli, aki elfogadja, aki megcsináltatja. Persze, kurva jó, ez tényleg, ez világszínvonalú. Ez az elegancia, ez most ez nagyon megy. Elegáns, azért látszik, hogy rock and roll. Nem spóroltak a komlóval. Kicsit GDH. Olyan kaszálós, igen. Duplán hideg komlózott nejka. Ez egy 83-as. Nektaron és Barberrouge. Ez nem az én söröm lesz, már érzem az illatán. Nem? Nem. Fű, de és mintha a hideg oldalon még egy kis ilyen cementkötésű forgáslap is belement volna. Azt nem érzem, mondjuk. Ahaj, nagyon lapot. Na. Kis építkezés szaga. Igen? Ez az a milyen komló? Beton? Micsoda? Valami beton? Komló. Az keresem az. Neked. Komló élesztő, jó, az nem itt van a komló. Komló máshova. Igen, Nektaron és Barberrouge. Az nem Barbie? Nem, de legyen Barbie. Barbie rúzs komlóval. De kicsit olyan betonos a kortyérzet, nem? Várjál, bemutatom tényleg a Barbie építkezés. Rúzs komlót. Nagyon jól néz ki, és kicsit zöldes. Nincs egy kis zöldes tihje a... A fénytörésben? Nem? Hú, nem, nagyon nem spóroltak. A híres Nektaron. Ez drága, nem? Én úgy emlékszem, nézd meg. Nem. Ez nagyon olcsó szél. Akkor ez a másik lesz drága. Ez félreárasztad. Ez 1690. Valamelyik 83-as. 1690-ér viszont ingyen van, mert ez is olyan, hogy nem kívánsz utána még egyet. És nem azért, amiért a... Ja, ez nem az. De, az az. Nem, az a ízét akartam. A turbórágot akartam, hogy nem azért nem kívánsz belőle még egyet, amiért a turbórágóból. Pista, ebből megivott többet. Igen. Hát amit kivittem nekik, az ott hamar elfogyott. Nagyon rákaptak. Ja, ilyen a fesztivál? Az AMT-esen. Jézus. Ez meg érdekes, hogy tényleg valami építkezés. Mi az, ami olyan? Cement. Ugye, hogy olyan betonos. Cementes, és a cékálap, tehát a... Igen. Lehet, hogy ez a Barberrouge komló. Semmit kinézem belőle. És aki jól taktikázott, annak megvan a jutalma. Egyébként egy kicsit a Monyónak a doboza, hát ide léci. Nem azt mondom, hogy hasonlít, csak kultúráltságában ilyesmi. Tehát, na ez egy jó irány. Remélem a Monyó visszatalál úgy egy kicsit a önmagához, vagy a piacra, vagy hogy mondjam. Mert most nagyon elmentek Bambi irányba. Hát nagyon el voltak tűnve. Ja, meg keveset is főztek. Igen. De fia, akkor mit csinálnak abban az óriási főzőben? Nem tudom. Én többször meg szoktam kérdezni. Szerintem Flying Gravitet. Van ott az a pékség, nem az a ilyen kovásztenyésztő, mit tudom én, minden van. Szóval. Ez szerintem új bullshit, a 24 karát liquid gold. Ezt láttad? Nem. Ennyire nem szoktam 24 karát liquid gold, érted? Most tényleg az van, hogy az ugar mire legyen szerény. Főleg a trailer széria kapcsán. A birodalomban, ahol a komló nő, a álmok főzete... Nincs. De nem is exportálják, miért nem magyarul írják rá? Nem exportálják? Nem viszik ki. Pedig a trailert érdemes volna. Nem, mert akkor olyan drága előtt, meg. Ja. Ugarillata van. Olyan jellegzetes ugarillatú a sör.
remélem követed Ugar Farnit az Instagramon. Mindig... Nincs Instagram tovább. Ja, mindig kirak valami ló tartalmat, tudod, ott van egy ló, kis szívecske ott kakukkal, de közben mindnyáján tudjuk, hogy ő már a lila dildót tervezi fejben a következőt. Vannak még lila dildók? Lesz egy dildó sorozat, én már tudom, mi van a címkéjén, fasza lesz. Tetszeni fog. Rákérdezhetek? Ló? Nem. Erről nincs mit mondani. Tréler. Ez egy ugar tréler. Ez egy hézipa? Mhm. Uh-huh. 8%-os. Igen. Igen, szóval nem nejpa, olyan grapefruitos. De grapefruit nélkül. Sokkal nejpásabb valahogy nekem ennek az íze, mint a monyóé. De hát keserű. Nem, a monyóé szerintem durván. Ja tényleg a monyó, de a monyó az nejpa, szerintem az nem keserű. De keserűbb a monyó, kóstold össze. Keserűbb a monyó, mint a tréler. Egyébként keserű ez is tényleg. De ebben ott van ez a zavarbejtő beton íz. Hideg oldalon bement egy kis beton. Lehet, hogy bővül a főzet, oda szépítkeznek mellette. Kinőtték. És akkor most várjál, a speedzónosból akkor nem megvetted az összeset, hanem azt te csináltad hát én az összeset. De nálam van az összes. És jönnek még? Speedzónosok? Igen. De nem szivárogtatsz ki semmit, nem. Gondolom, hogy a Wunderbaum, motorolaj, fék, folyadék. Nagyon ezért... durva lesz most a következő. Tudod mit? Durva. Most eszembe jutott még valami, még lehetne tudom, ilyen nagyon csíp, gumipók. Gumipók ízesítés. Valami jól csináltuk, hogy a tréler lett a vége, de azért most nézzük, még egyszer kóstoljunk vissza a Never Before-ra, hogy megsértődjön a reketje. Levegőzött. Nem, ez csodálatos, Zoltán zseni. Ti pedig jelentkezzetek pultosnak. Most már nem négyszer annyit lehet keresni, mint a tanárok, csak kétszer. Hát köszönhető Orbán úr közbenjárásának, hogy ő emelte a fizetésüket a tanároknak, vagy ki emelte? Az EU, a népnyúzó EU. A népnyúzó EU megemelte. Ki most az EU vezetője? Ursula von der Leyen. És akkor most leszünk mi? Vagy hogy van ez? Nem tudom. Ja, hát én ebben nem, azt sem tudom, melyik a bizottság, a parlament, amit tudom én, hát bonyolult ez. Jó kör volt, hanem azt nem ígérem biztosra, hogy a turbórágot beverem. Mert finnyás vagy, nem értesz hozzá.